Bár az ilyenkor az ember rajta van egy kényszerpályán, tehát hogyha mondjuk nem nagyon lenne kedvem ehhez az egészhez, amit csinálok, akkor is ezzel kell foglalkozni, mert már máshoz nem értek igazán. Tehát bizony. Egésznek egy ilyen nagyon finom humorat, tehát rengeteget lehetett mosolyogni, meg nevetni, de nem is jó hogy nevetni, terülni az előadáson, de közben meg így az ember úgy érezte, hogy gyomorszáj szinten működik az egész. Röviden, de bemutatták azt, hogy a diákok egy jó része hogyan viszonyul az iskolához, meg ezekhez a tanárokhoz, akiknek előtte hallottuk róluk a véleményét. Igen, abban az volt a legjobb, hogy megmutatta azért mind a két felet, és nem csak az egyiket. A kérdés az, hogy feladom-e az elveimet azért, hogy beilleszkedjek, vagy tartom magam. Én például következetesen nem iszom alkoholt, és nem dohányzok, akárhogy kínálnak, mert én ilyen vagyok. És én ezt tartom magam, és ha ez nem tetszik a közösségnek, akkor nem fogad be. Akkor az a közösség nem az én közösségem. De ehhez kell egy belső indítatás. Gyertek, kapcsolatok, hogy most 15 perce voltunk, ez lesz a legó. Még 10 perc, el is mentünk. Nagyon jó, nagyon ügyesek vagyunk. Nagyon ügyesek vagyunk. Bocsi! És akkor ide bejön. Az, hogy a... Igen, na csak. Van még egy porszívós dobor. Nem, mit szereztem neked. Hát az... Már az került kemény. Ez keményen. Kipukkadt. Felszes kukkal. Araszt a másik. Dehogy eresz. Az van. Azt tedd oda a küszölve alá valahova. Na hallod én. Megkeresek. De nézzek a jó lyukatot, mert duplán van fúró. Jaj! És melyik? Ez a vastag a jó, ugye? Igen.